Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban olyan modot fog nektek bemutatni, amelyben apokaliptikus katasztrófákat tudunk megidézni Minecraftban. A modnak a linkje ott lesz a leírásban, telepítsétek föl ti is, van egy mód berakós videóm, aminek a linkjét megtaláljátok úgy szintén a leírásban, illetve a képernyő jobb felső sarkában az íre kattintva is meg tudjátok nézni. Szóval, miről is szól? Ugye, hát nyilván elmondtam, hogy apokaliptikus dolgokat lehet lehívni, és ezeket nyilvánvalóan itt meg is fogom nektek mutatni. Kraftolási recept szerintem nincs ehhez a pár vödörhöz, mert ugye vödrökből, ahogy látjátok, tehát hogy vödrökből vannak ezek az apokaliptikus dolgok, és hát az első az konkrétan nem csinál semmit, szóval azt nem mutatom be. Lehetséges, hogy lesznek pályaváltások, hogyha túl sok van ebből az apokaliptikus dologból, akkor az laggoltat. De nagyon laggoltat. Szóval lehet, hogy néha lesz pályaváltás, de nyilván azt csak egy vágás formájában fogjátok látni. Akkor kezdjük balról jobbra. Cunami. Ugye mi is egy cunami? Konkrétan elönt mindent vízzel. Nem tudom, hogy pontosan hova rakjam, megpróbálom ide középre valahogy. Tehát annyi a lényeg, hogy onnantól kezdve, ahonnan lerakjátok, attól a szinttől beborítja az egész világot vízzel. Konkrétan lerakom, és el is kezdi a vizezést nekünk. Elsodor mindent, ami az útjába kerül, és igen, ez egy nagyon jó kis apokalipszis dolog, vagy apokaliptikus dolog. És meg fogjátok látni itt, ennél a résznél, hogy nem igazán törődik a blokkokkal. Tehát, hogy a levegőben is működik, és ki is fagyott a pályatöltésem. annyira jól, szuperül működik. De látjátok, így jön, és akkor beborít minket vízzel, tehát hogyha mit tudom én, itt a házatok, és látjátok, hogy jön a cunami, akkor egy megszívtátok, kettő pedig beleptiteket a dolog. Mindjárt megmutatom. Már csak órák kérdése. Ahogy a processzorom engedi, hogy lejöjjön ez a sok víz. Igen, be is vagyunk borítva vízzel. Ez tök jó. És akkor itt tiszta víz minden. Szóval a folyókban meg mindenbe egybe folyik ez az egész mód. És ja, szóval látjátok ennek a lényegét. Én a mondó vagyok. Most már, hogy nagyon sok helyen betöltötte, szerintem ezt így rakjuk el messzire. És van ez a void. Ezt egyébként nem tudom, hogy micsoda. Viszont annyit tudok, hogy valami fekete trutyi jön ki belőle. És ez a fekete trutyi, ez éget. És konkrétan ennyi. Tehát ez is így ellepi a dolgokat, viszont a vizet azt nem. Tehát ez nem fekete lyuk, mielőtt még valaki azt mondaná, mert annak el kéne nyelnie, vagy valami ilyesmi, de ez nem nyel el minket, ez konkrétan nem csinál semmit. És pattogtak rajta az itemek, mármint az item. Oké. Szóval lepjünk el mindent fekete trutyival. Ezt a fekete lyukat még nem. Ezt még hanyagolom egy picikét, mert az kicsit durva. Jöjjön a fire. Ez annyit tud, hogy ha lerakjuk, akkor az egész világban tűz lesz. És nem akármilyen zöld tűz. Mindjárt terjed. Nem akarom felrakni azt a random tick speedet magasabbra, mert szerintem így is elég magasan van. Bár szerintem 1.7-ben még nincs is ez a random tick speedes cucc. Szóval látjátok, hogy mi a helyzet. Itt nagyon nagy tűzek lesznek. Nem merek többet egyébként lerakni, mert lehet, hogy akkor a videó az körülbelül 2 FPS-re fog készülni. Bár így is szerintem. Most beledobom, és akkor ez elég. És még annyi a furcsaság, hogyha belemegyünk, akkor egyébként nem látjuk azt, hogy mi égünk. Szóval nincs ilyen égés effekt, és erről is annyit kell tudni, hogy ez sem foglalkozik a blokkokkal, tehát magyarul látjátok, hogy a levegő is ég konkrétan. És a fákat miért váltja át tölgyfává? Vagy ezt a cunamis dolog csinálta? És akkor ez körülbelül azt szimbolizálja, hogy így ki nedvesíti a fát, vagy hogy mondjam. Na mindegy, és látjátok, hogy itt a vízen is ég a dolog, szóval ez egy picit furi, de ég, szóval nincs gond. Ég itt minden. Most jön a toxic bucket. Hát, bár nem tudom, hogy hova rakjam le, gyerekek. Mondjuk rakjuk le ide, nézzük meg, hogy itt mit művel. Ja igen, ez annyit tesz, hogy ha van a közelében mob, tehát mondjuk sheep, egész egyszerűen zombivá változtatja a füvet is.
Szóval ez át fog változni zombivá, hogyha nem peacefulon vagyunk. Ne peacefulon legyünk, jó? Léci, változtasd át. Hello? Jó keci vagy, nem változtatod? Peacefulon vagyunk, na easybe rakd át. És most lesz a váltás. Igen, ott láttatok már egy zombit. Mert annyi a lényeg, hogy konkrétan ez a füvet is, tehát hogy minden mozgatható dolgot át zombizik. Ott is nőtt egy zombi. Szóval ott van, jó, ezt a bárányt is átraktak. Ezt az egyet nem tudom miért. Ez valami fekete bárány, vagy igaz, hogy fehér, de most a játék szerint ez fekete. Ja, szóval az marad. És ez is beborít mindent, szóval tök jó ez a mód. Az egész világra érvényes. Toxikus mód kész. Most jön a Frozen Bucket. Szintén nem tudom, hogy hova rakjam le. Tehát ez egy nagyon jó kérdés. Mondjuk ide. Miért ne? Frozen Bucket. Mit tud? Az egész területet befagyasztja. Tehát, hogy ilyen havas bajom lesz belőle, vagy én nem is tudom. De egy mindent. És lehet, hogy nem lenne jó úgy egyébként keverni ezeket a modos dolgokat. Hát majd meglátjuk, mit reagál, hogyha rálép a tűzre, meg ilyesmi. Meg ez a toxikus dolog. De látjátok, hogy ez ennyit takar, hogy minden ilyen jeges dolog lesz. Szóval erről szerintem többet... Aszta, még a láva fölött is tűz van. Oké, szóval erről a Frozen-os tucról nem nagyon kell bemutatni már több dolgot szerintem. És nézzétek meg, milyen szép. Ez nagyon menőn néz ki. Szerintem. Tök jó. Igen, hát ezzel el lehet lenni. Csak ehhez kell gép is. Tehát, hogyha nincs, akkor vége. Úgy, mint nálam. Most nézzük meg ezt a paintet. Ez konkrétan nem tudom, hogy micsoda. De mindjárt megtudjuk. Aha. Szóval te... Ez mi a rossebb? Tile null name. Jó, hát úgy látom, hogy ez befehér festékezi az egész pályát. Szóval ez ennyit tud. És ez nekünk jó kéne, hogy legyen. Vagy várjál? Ez nem a paint volt. De, ez egyik paint, és van még egy paint, ami nem tudom, hogy mit csinál, mert nincs hely, de mondjuk itt megnézhetjük. Ó, ez pedig befesti lilára. Milyen kreatív. Tök jó. És akkor az utolsó, ami megöli a gépet mindennel együtt. Vagy ez mi? Várja, hát ez a paint, ez egy lyukat csinál. Tehát az átfest mindent, ez a paint, ez pedig konkrétan egy lyukat csinál így a pályába. Ez mi? És miért van hangöröm? 5 percig. Ezt nem is vettem észre. Szóval ide belefolyhat ez a fekete trutyi is. Ami még mindig folyik, és tök furcsán néz ki. És épül ki ez az egész, és lefelé, és kifelé, és wow! Atya úristen, gyerekek, mibe keveredtem. Szóval én most a két mód próbál majd egymással kooperálni, hogy melyikük lesz az erősebb, de én úgy érzem, hogy ez a lila cucc, ami egy jó nagy lyukat csinál. Most már nem tudom, hogy hova menjek erről a szigetről, mert nincs hely. Tehát, hogy itt van minden, de hely az nem nagyon. Jó, oké, itt lesz a feketejüknek a tökéletes hely, ami lesz a Minecraft kifagyasztója, ezt lerakjuk szépen ide. Annyit kell tudni erről, hogy konkrétan ez minket is beszippant, és nem nagyon tudunk belőle kijönni. Nézzétek, hogy mit művel. Igen, hát mindent magába szív, igazából azért feketejük. És tökéletesen kooperál a modokkal, szétszedi az egész világot, és nem tudom, hogy egyre nagyobb lesz-e, szerintem nem, de viszont szétszedi maga körül az egész világot. Ennyi a lényege. Csak szerintem ment egy blokkal lejjebb. Na mindegy, srácok, én nem nagyon fogom megvárni, hogy... Úristen, ez beszippant. Szóval én nem nagyon fogom megvárni azt, hogy meghaljon a gép. Inkább most elbúcsúznék tőletek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. És
Ha ez így van, akkor ezt jelezzétek egy lájkon, illetve egy feliratkozással, szóval köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!